Egy olyan újabb brüsszeli tervről hallani, amely igazolja, hogy gyakorlatilag az Európai Unióban, Brüsszelben a Soros-Györgyféle migrációs politika megvalósításán dolgoznak, és most már konkrétan a betelepítéseket készítik elő. Arról olvashatni ugyanis, hogy Brüsszelben most egy európai menekültügyi ügynökség felállításán dolgoznak, amely, hogyha megnézzük a részleteket, akkor valójában látható, hogy egy európai bevándorlási ügynökség lenne. Ezzel az új ügynökséggel, új intézménnyel ismét újabb hatásköröket vonnának el az Európai Unió tagállamaitól, így Magyarországtól is, ezeket Brüsszelbe telepítenék, azzal a céllal, hogy a bevándorlást meggyorsítsák, megszervezzék, hatékonyabbá tegyék a bevándorlók betelepítését az európai kontinensre, nem pedig a krízis megállításán dolgoznának. Vagyis látható, hogy gyakorlatilag Brüsszel megkezdte a betelepítéseknek az előkészítését most már egészen konkrétan, és az is látható, hogy nem túlzás azt mondani, hogy Brüsszelben a Soros-féle forgatókönyv megvalósításán dolgoznak. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek azt a cikket, amelyet Soros György 2015-ben jelentetett meg a Project Syndicate című internetes portálon, ahol egészen konkrét javaslatokat fogalmazott meg a bevándorlással kapcsolatban. Elmondta azt, hogy kívánatos a bevándorlás, elmondta azt, hogy évi 1 millió migránst kell Európába hozni, és az is szerepel ebben az írásban, hogy el kell venni a tagállamoktól az ezzel kapcsolatos döntéshozást, el kell venni a tagállamoktól az önálló döntéseket, és egy közös brüsszeli ügynökséget, hivatalt kell felállítani azért, hogy ezt a célt minél gyorsabban és minél hatékonyabban elérjék. Ő ezt úgy nevezte, hogy egy európai menekültügyi és migrációs ügynökséget kell létrehozni. Na, valami hasonló történik most az elmúlt napok hírei alapján Brüsszelben. Aztán később, egy évvel ezelőtt, 2016-ban ismét sor került egy Soros nyilatkozatra és publikációra, ahol hasonló elgondolásokat olvashattunk ismét tőle. A nemzeti hatáskörök gyengítése, sőt, ezeknek az elvétele volt az egyik fő gondolat, egy közös európai rendszer és egy közös európai hivatal kidolgozása mellett. Vagyis látható, hogy újabb szintet lépett az a politikai folyamat, amely Brüsszelben zajlik, és amihez sajnos a magyar baloldal résztvevő, sőt, támogató résztvevőként látható. Hiszen olvashatok néhány nappal ezelőtt azt, hogy Gyurcsány Ferenc pártjának egyik politikusa, Niedermüller Péter, a Gyurcsány párt európai képviselője, nyilvánosan örömködött azon és örült annak, hogy egy politikai megállapodás született Brüsszelben ebben a témában. Niedermüller Péter ugyan megpróbálta tagadni azt, hogy mindaz, ami zajlik, a Soros György forgatókönyve szerint zajlik, de hogyha megnézzük azt, hogy mi szerepel ebben az írásban, mi szerepel az egy évvel későbbi Soros nyilatkozatokban, és mi az, ami most Brüsszelben éppen történik, akkor nyilvánvaló az, hogy teljesen konkrét és teljesen direkt összefüggés van az események, a tervek és az események megvalósítása között. Nem véletlen tehát az, és látjuk, hogy nem eredménytelen, ahogy Soros György Brüsszelben a saját érdekei és a saját elképzelése szerint lobbizik. Azt viszont nagyon sajnáljuk és tragikusnak tartjuk, hogy a magyar baloldal ebben ilyen aktívan partner és ilyen aktívan részt vesz. Annál is inkább, mert a magyarok egészen világossá tették azt többször az elmúlt évek folyamán, hogy határozottan elutasítják azt, hogy Brüsszelben mondják meg, hogy Magyarországon ki élhet, hogy Brüsszelben határozzák meg egy közös hivatalban, bevándorlási hivatalban azt, hogy Magyarországnak kit kell beengednie a saját területére. A magyarok ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy nemzeti körben született döntés maradjon, ragaszkodnak ilyen értelemben a nemzeti hatáskörökhöz és a szuverenitáshoz. Ezt legutóbb éppen a nemzeti konzultáció során tették teljesen világossá, és azt gondoljuk, hogy a magyar kormány számára kötelező, érvényű az, amit a magyarok ilyen erővel, ilyen többséggel, ilyen világosan megfogalmaznak, és megfogalmaztak már többször, tehát az elmúlt évek folyamán. Nem csak arról van szó, tehát, hogy a magyar baloldal a kvótákat elfogadná, erről is nyilatkoztak többször, már nem csak arról van szó, hogy lebontanák a határvédelmi kerítést Magyarország déli határán,
hanem egészen konkrét részvétellel és konkrét támogatással azon dolgoznak, hogy egy európai ügynökség intézze a bevándorlást Magyarország helyett, a döntések Brüsszelben szülessenek arról, hogy Magyarországra kit kell beengedni, milyen számú bevándorlót kell ide betelepíteni, és hogy ez hogyan történjen. Ez azt jelenti, hogy a magyarok érdekeivel ellentétes az a baloldali politizálás, amit például a Gyurcsány Ferenc pártja, és sajnos az egész magyar baloldal is folytat. Az pedig csak külön szomorú, hogy a magát valamikor nemzeti pártként meghatározó Jobbik is gyakorlatilag egy megbízhatatlan partnerré vált, egy megbízhatatlan szereplővé vált ebben az ügyben, egy olyan szereplővé, ami nem szavazta meg például azt a magyar alkotmánymódosítást, amely kizárta volna alkotmányos szinten például a betelepítéseket és a kvóta végrehajtását. Magunk részéről leghatározottabban elutasítjuk a bevándorlási nyomásgyakorlást Magyarországra, elutasítjuk ennek a bevándorlási ügynökségnek a létrehozását és szerepét, és ki fogunk állni továbbra is a Magyarország és a magyar emberek, Magyarország és a magyar emberek védelmében azon célok és azon vélemény mentén, amely világosan megfogalmazásra került az elmúlt időszakban.